CI Games. Tudjátok, hogy a CI Games miről híres idehaza? Őket úgy hívták korábban, hogy City Interactive. Freddy D csinálta a rossz PC játékok sorozatot, és egy csomó játék tőlük van. Na de nézzük. Szervusztok. And so was formed the hallowed Sentinels. Our duty being to stand vigil for signs of his return. Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. Édéről van itt szó közben, hogy száműzték egy másik világba. De még így is érezhető a hatalma, és csak nő. És fel is támad. And with it, hope. A new, grim champion arises. The Dark Crusader. És jött egy új bajnok, a Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass that only they who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Hogy tudná legyőzni az Istent Edirt. Nagyon látványos amúgy ez a game. Nem csak a cinematikokban. Unreal Engine 5-ös. Az a lámpás még fontos lesz. Ez az, amiben különleges ez a játék az ehhez hasonlók mellett. Hogy most a Dark Crusader átment a holtak világába, az Umbrálba. Vagy Umbrálba? Szóval tud utazni a világok között. Hát srácok, végre itt van a folytatás. Majdnem 9 éve jelent meg az előző Lords of the Fallen, ami alapvetően egy RPG játéknak készült. Némi szolzas beütéssel. A deck 13-tól, aki azóta már megcsinálta közben a The Surge-öt, illetve a Surge 2-t is, és ha esetleg tudnátok, hogy ők miért nem ők csinálták az újabb Lords of the Fallen-t, hát azért már ők éppen az Atlas Fallen-nál voltak elfoglalva, meg hát nem is nekik szánt a CI Games. Úgyhogy ezt egy új csapat, egy 2020-ban alakult új csapat, a Hexworks alkottam. Ez az első játékuk, és Unreal Engine 5-ös. Egy még sötétebb, még gótikusabb fantasy RPG készült most itt el. Ez elvileg a sorozatnak a rebootja, ezért nem Lords of the Fallen 2 lett a neve, hanem Lords of the Fallen. Nagyon szeretnek mostanában mindent is rebootolni és eltüntetni a számokat. Szóval lehet utazni az élők és a holtak világa között. Van ebben a játékban coopra is lehetőség, akár PvP-zni is. 9 klassz közül választhatunk majd az elején. Sokkal, de sokkal nagyobb a világ, mint az előző game-ben. És elvileg kétszer annyi is a content bennem. Míg az első rész nagyjából 20 óra alatt lehetett végigjátszani, ebbe talán már 40 óra is van. Tehát ezt majd meglátjuk. 60 euró egyébként a játék, még PC-re éppen nem elérhető, de órák kérdése is már igen. Valószínűleg mire a vodot látjátok, addigra már lehet játszani PC-n is ezt a gémet.
konzolosok már csapathatják. Én PC-n fogom játszani a kiadónak köszönhetően, bele tudunk korábban kukkantani. Nézzük. Megmutatom a beállításokat gyorsan. Illetve köszönöm szépen közben H. András a támogatásodat. Valáska közben menj az asztalra? Oda nem mehetsz. Kontrollál dívtelés elem mit lehet tenni? Hát elviszed szerelőhöz. Na, szóval, hogy nincs FPS korlát, nincs V-Sync, nincs DLSS, se AMD FSR, és minden maxra van felrakva, kivéve, ami nincs bekapcsolva, az a motion blur, a film grain és a chromatic aberration. Jó. Ha tervezném a kóp kipróbálást egy varázslótársa, akkor lehetne Hókusz Kóp a neve. Köszi. Köszi szépen a szvágpergetés közben H. Andrásnak. For she must feed. Lehet a Dark Crusader, hogy itt van. Itt van Nadir. És eldobta a lámpást. Hogy egy méltóbb kezébe kerülhessem. Gyorsan véget is vetett a Dark Crusader történetének. Na, de most jön a lényeg, srácok. A karakter kreálás. Itt most eltölthetünk időket, végtelen időket. Azt mondja, hogy tudunk nőit csinálni, meg férfit. Body type-okat lehet váltani. Van ilyen Hallowed Knight. Van ilyen Udyrangr Warwolf. Ja, és akkor ott vannak a statok, azt nem is figyeltem. Ez ilyen pajzsos kardos. Uh-huh. És ő pedig a kétkezes karddal operáló STR-es karakter. Nézzük, ez a partizán, ő mit tud? Ő mi betér el? Aha. Hát a partizán az annyi, hogy ő ilyen mindenes. Az ezermester. Crossbow-val. Aha. Ez ilyen agility-s, STR-es hibrid. Ez a dárdás, ahogy látom. Ranger. Ő a Bloodborne-ból jött. Axos, íjászos.
Na nézzük. Igazán stalker. Na hát ő meg ilyen határozottan ilyen gyors, kaszabolós dex buildes, a pontosabban agility buildes. Senknek való. Azt írja, hogy ez egy advanced class. Eddig ezek nem aha. Ja, értem. Ezek nem advanced classok. Aha. Orient Preacher. Ez is advanced class. Hát a varázsló. A pap. A Radiance 18-on van. Ezt tetszik egyébként. Szeretek varázsló lenni. Inferno. Pirik kultiszt. Ez mondjuk még ennél is jobban tetszik. High risk class, azt mondja. De nézd meg, milyen menő tartja ott a lángot a kezébe. Nehéz a döntés, hogy egy ilyet kezdjünk. Hát ő ott fogja a fejét, mert mindenben is rossz. Mármint, hogy ő abban jó, hogy ő level 1-es. Ezek a karakterek általában magasabb szintről indulnak, és hát ezt jobban el tudod osztani, nyilván az eleje sokkal nehezebb, már hogy így nincsen semmid. Látod, ennek csak egy vödre van. Nice, tetszik. Ennek valami Deep Rift a neve a klassznak a Dark Souls-ba, vagy mi is ez a klassz egyébként? Nem rémlik. Vödör végigjátszás. Nem tudom amúgy, pirikus kultisták legyünk, vagy várwolfosok. A sok megnevezés. Vretch az Eldaringben, tényleg. Akkor az a Deep Rift, vagy micsoda az, akkor a Dark Souls-ban van. Mi a különbség vajon itt? Hát én most nem tudom, melyik body time vagyok. Na, ez a csávó, akkor valószínűleg így leszünk csávó kultistánk. Unreal Engine 5-ös játékról van szó, szóval valószínűleg szép lesz, úgyhogy szép varázslásokat csinálunk, mit szóltok? Ja, ez lesz, srácok. Jézusom. Hát ez... Ja, szerencsére nincs sok lehetőség. De vajon mit állítok ezen amúgy? Tehát head C... Én nem tudom, mit állítunk itt. Ja, persze, úgyse látjuk majd az arcát. Ja, hogy az arcoknak a mixe legyen, értem. Ez nekem tetszik. Na jó. Skin color. Aha. Ez tetszik. Jó. Haj. Na. Na, hogyha olyan preachert kezdenék, akkor biztos, hogy ilyen hajat csinálnék neki. Azért vannak itt vad hajak.
Jó. Ez jó lesz. Ez szerintem jó lesz. Main color. Húha. Valami normáliset kéne beállítani. Na, valami ilyesmi, mit szóltam? Hú! Milyen fura a haja hátul. Poppy main color. Ott, mint hogyha lennének még lent beállítások, azokat miért nem látom? Egérrel kell hozzáférni, vagy ez micsoda? Ja, van secondary color. Ezt itt mit lehet csinálni szerintetek? Hát én nem tudom, ez most mi. De biztos jó. Nem csinálunk ilyet egy secondary color. Hol vagyunk? Júj! Igen. Facial hair, na. Most megint ki kell majd keverni. Na, ez jó amúgy. Tetszik ez a bajusz. Amúgy szerintem ennek a karakternek, ennek a kultistának ez. Ez a szakálkán. Jó, mehet amúgy. Jó, és akkor copy hair color. Nagyon jó, akkor nem kell kikeverni. Ennek örülök. Arc textúra. Ja, én erre nem merek. Middle aged. Aha. Ez egy fiatal kultista lesz. Nagyon furák a szemcinek amúgy. Miért akarni, hogy piros legyen a szeme? Aha, jó. Na ez! Ez már nekünk való. Az az első fejállító az nem volt szimpatikus, de ez már igen. Or. Ezek fontos beállítások, srácok. Mert ugye sokat fogjuk látni az arcát. Jó. Tetkók. Nem kell tetkó. Most akkor nem lesz. Ja, látom. Jó. De ezek mindenhova raktak rá egy tetkót. A pad is hasonlóan néz ki. Lehet, hogy őt alkottam meg. Na. Kész van. Mondjuk az a kék szem, az nem tetszik. Arra ragudjatok, de az hozzá kell még nyúlni. Tessék, fekete lesz akkor a szem. Na. Jó. Mehetünk tovább. amúgy ez jó. Na hát biztos, hogy nem ilyen egy kultista. A Dagi kultista mehet? Jó, amúgy ez jó. Na, ez... Ilyen legyen. Egy pocakos. Jó. Na, jó. Finora a karakterek nálóban majd olyan sisakot visel, ami eltakarja a teljeset. Jó, hát ezek a kultisták már csak ilyenek. Body type large. Jó az. Skin color. Azt már néztük. Tetkó. És amúgy mindenhol van rajtunk tetkó.
Ja, látom, tényleg van rajtunk tetkó. Nincs egy olyan gomba, ami leszedi rólunk mindenhonnan. Hülye tetkók. Na. Jó. Most mi van? Elnyomtam, hogy next, nem történik semmi. Most mi van? Ja, látom. Oké. Okay. Next. Na ez. Na, ő úgy néz ki, mint egy gonosz. Szerintem teljesen jó. Ez tetszik. Azt mondja, change name. És akkor let's go. Na ez jó. Azt mondtátok, nézé, fél órás, ezeket ez még egy 10 perc se volt ez a karakterkreálás. The latest receiver of his grace. Sotiris ő tavaly ment nagyot. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Aureusról mit lehet tudni egyébként? Én játszottam az előző Lords of the Fallen, de nagyjából 5-10 órát, szóval hogy... És az sem most volt már. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Bizonyítanunk kell rátermeltségünket, ha már kiválasztottak minket. Szép jó reggelt, üdv mindenkinek közben, srácok. Na azért nincs teljesen elfedve a karakter arca. Pont látni az orrát, mert azt szerintem nem is az ő orra, hanem ez valami maszk lesz. Látni a szemét. Na? Igen, szóval bal analóg karaktermozgás, jobb analóg kameramozgás, mozgatás. Hopp, ez mi volt? Ja, híleltem magam. Uh-huh. Szia, Martin. Bizony, a tüzek varázslója vagyok én. Ott már valaki vár minket. Azt mondja, RB quick attack, RC heavy attack. Hát ez nem én vagyok, én varázsló vagyok. Kapta. Valamiből 87 lett, na várjatok. Mindegy, 87, arrébb menjek? Azt mondja, hogy... Talán itt jobb helyen vagyunk. Vagy az újonnan megszavazott ez a nézet, amit használtunk a... Minél is? Forza Motorsportnál. Így jobbak vagyunk. Ez így jobb, Zakika? Azt mondod? Target lock a jobb analóg megnyomásával és a jobb analóg pöckölésével lehet targetek között választani. Most minket akarhat vajon? Aha, itt vannak páran. Ja, én azt hittem, hogy ezeknél izé számszeríjos van. Taníts engem varázsolni. Taníts engem varázsolni.
Péntek 13 van, így van. Tudunk futni is. Én már itt csalok. Az előző szózokból merített tudásból. Enervált, vigoros koponyák. Na várjátok, ott itt lehet kukkolni. És mit kukkolhatunk? Az, hogy ott egy lót. Ja, már megtanítja nekünk azt is, hogy van sprint. Csumi. Meg kell tanulnunk ugrani. Hopp! Nem jött össze, de ez direkt volt azért, hogy felvegyük itt ezt a Force Wand. Így van. Most nem jól csinálom amúgy. Tehát sprintelni kell. Ja, jó. Később kell megnyomni, oké. Okay. Dashelni és rollolni is tanít minket. Azt mondja, ha kétszer megnyomom, akkor kirollolunk. Ha pedig megnyomom egyszer, akkor meg dashelünk. Aha. De csak akkor van dash, hogyha van target lock is. Aha, most már dash-el. Ott már vár ránk valaki. Tudunk dobni kavicsot. És megtanítja nekünk, hogy van inventory is. És tudunk berakni dolgokat az inventoryból. Értem. Ez a hírünk. Mi van még itt? Ez a staffunk, amivel csapkodtunk. Drawing hand. Ez a katalisztja az Infernónak, igen, ott van a szikla, Infernal Orb. 8-as Infernós stat kell hozzá, és itt van kultista felszerelés. Van Rosarink is. Meg lehet változtatni a Force Horn-nal az armor színét. Na, józoljuk. Nem lehet. Melyik karakteret? Én a kultista. Nyugodtan segítettek ám, srácok, ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásában. Azt mondja, nyomja meg a D-paden a fölfele gombot, és a... az LT-vel pedig long range weapont vagy sorcerer katalisztot válasszak ki. Ammót vagy manát használnak ezek a range datakok. Azt mondja, hogy érdemes összeállítani spelleket az equipment menüben. Ja. Ja, értem. Tehát lehet választani, hogy én most a lámpást akarom fogni. Wow, na várjál! Hát most konkrétan az van, hogy a másik világba tudunk bele pillantani. Wow. Ez király. Ez király. Ez tetszik. Na és akkor átváltunk ott jobb alul a katalisztra. És az RB-vel tudok elvileg varázsolni.
Kata. Valamit kiír, de nagyon gyorsan el is tűnt. Üdv mindenkinek, srácok. Wooden Cross. Na, ők ezzel támadtak rám. Azt mondja, hogy a molyok puiket mutatnak. Úgyhogy érdemes ide nézni. Aha. Az ott néz engem. Szóval egy Umbrian Entity nem hagyja, hogy haladjunk, azt mondja. Hát ez most nem tudom, mi volt. Na várjál. Tehát, hogy itt az élő világban egy rács van, de hogyha feltartom a lámpást, akkor át tudok menni. Hát ez nagyon kemény. Várjál, most itt kiírt valamit, hogy van valami. LBRT. Nem sikerült jól. Szóval van ilyen charge attackunk. Ha jól értem. Hát ezt megnyomom. Aha, szóval ilyet is lehet. Értem. Köszönjük szépen, tutoriálos. Ja. Ha, és akkor azért kell őt onnan eltakarítani, aha. Követnünk kell ezt a csíkot. Minden támadás egy egyedi kombót lehet létrehozni. Lehet milli-stance-t váltani. Jó. Ezt én most kipróbálom. Ez komoly. Szóval Y-szilon. Ja, látom, és akkor két kézbe fogja, most meg egy kéz. Aha. Nem tudom, eddig egy kézbe fogtuk, srácok, nem figyeltem. Nem tudom. Vili, köszi szépen az 53 hónapot. Köszi szépen a támogatást. A srácok peregjenek a szegek Vilinek. Ott is megy valami. A Sanguinarix a fő forrása a healingnek, és akkor töltődik újra, hogyha újraéledünk. Többi consumable között is lehet váltani a D-paddel balra és jobbrával, és még oda quickbar-ra ki is lehet rakni dolgokat.
hogy itt a másik oldalon itt van valami. Ami nem engedett volna át minket. Na, hát nézzük akkor azt, hogy nyomjak egy X-et. Szóval most átmentünk. Átmentünk a holtak világába. Ja, nagyon úgy néz ki. Hát ő határozottan egy ellenség. Soulflay. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Érdekes. Őt így megszívkodtuk. És itt az Umbrálba itt... Itt fel ennyi HP-n van. Vili, köszi szépen az ajándékot Zakikának. Köszi szépen. Köszi, hogy a második évét lehetővé tetted ezzel. Soul Flaying Enemies. Igen, lokkolunk, lámpa, Soul Flay. Nézzük! Kirántottuk a lelkét, és így sokkal sérülékenyebb. Meg ahogy látom, mi is sérülékenyebbek voltunk. Ezt jól értettem amúgy? Még egy Wooden Cross. Szifonozás. Azt mondja, hogy a soulflayezése az enemynek elhasználja a soulflay charge-okat. De újra is lehet ezeket tölteni. Ez mi volt? Van még itt valahol olyan hely, ahonnan... Ja, onnan is lehetne szívni. Ha, és akkor teljesen újra töltöttük, és ez amúgy ott van. Wither. Azt mondja, hogy... fel tudjuk tölteni a HP-nkat, hogyha sebzünk ellenségeket. Hát, hogyha akciókat hajtunk végre a HP a lámpával, akkor az ugye zabálja a HP-nkat, de ugye ezt fel is tudjuk tölteni. Ez rossz gomb volt, nem baj. Néha kell full HP-re is healálni, állítólag. Sentry Quintessence. Legalább most már nem kell nézelődnünk az umbrál világba a lámpással. Amúgy így, hogy ebben a világban vagyunk, 10 vagy 20 FPS-sel kevesebb van. Azt mondja, esés közben lehet plunge attackot csinálni. Jó.
Wither Salt. Na. Itt mi a trükk vajon? Hogy nem is arra kell menni? Igen, az volt a trükk, hogy nem arra kell mennem. Ja, és lehet őket lögdösni is. Hát ezt nem így terveztem. Szóval szólfejezés alatt lehet az elemit lögdösni. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy ezt jó lenne kitanulni. Minél több időt töltünk a zumblárba, annál veszélyesebb, és le akarnak minket vadászni. Már ezt akkor azt is szívpadni kell? Ujjjjj. Na hát, egy jót híláltam. Mi a fene? Jól elnyomtam a híleket. Szevasz, Lord Feri. Üdv mindenkinek, Hali Ali. Lehet, hogy nem innen kell, Dani. I see. Így akkor ez a probléma már meg is oldódott. Wow, kijöttünk az umbrából. Ez jó. Ja, most már nincs ott. Itt buktunk el az előző lámpa hordozók. Bonfire. Nagyon jó. És tudunk pihenni is. Azt kell, mert elnyomtam 3 hírt indokolatlanul. Az Endurance-szal lehet... Ja, tudok egy szintet lépni, és marad 53 olyan, nem tudom mi. Staminát lehet növelni. Jó, mehet amúgy a stamina növelés, így elsőnek mit szóltak. Az mindig jó. Multiplayer. Hoppácska. Már itt lehetne akkor mással játszani. Vigornak hívják itt a Salt?
Ha meghalunk, akkor oda kerülünk. De... pontos info. Itt először az Umbrára kerülünk át. Szóval, ha meghalunk, akkor még nem halunk meg. Majd ha másodjára halunk meg, na akkor halunk meg igazán. Lehet blokkolni, de olyat nem fogok csinálni. És lehet perizni is, hogyha jó időben nyomjuk meg az LB-t. Posser? Igen. Charged heavy attack-kal lehet staggerölni. Vagy a parry-vel. Vagy rúgdosással. És ha staggeröltünk valakit, akkor utána csak így simán bele kell ütni. Várjál, lesz most miért mondja el a játék? Ez itt egy area, és ő pedig egy boss. Let's go. Jó, megszeretgetett. Easy. Igen, ez az advanced class. Phase 2? Adod ide a lámpástot, azt mondja nekem. Ő az idér. Na jó, akkor ez ilyen izéje. Szkriptált dolog. Oké, még achievement is átérte. Akkor jó. Akkor jó. Hát félig meg lehet ölni, de alapvetően meg kell halni, igen. Ja, vannak ilyen HC arcok, akik meg tudják ölni ezeket a inasba rakó bosszokat az elején, igen. Igen, igen. Már valaki meg is ölte amúgy ezt a bosszt? Aha, Vigornak hívják. Jó. Be is tudjuk gyűjteni a Vigort. Biztos van olyan? Még nem láttál olyat, aha. Hoppá, begyűjtöttük a Vigorunkat halál után. Ja, rossz gomb. Az helyzet, két olyat kaptunk ettől a bosstól, hogy így... Csúnyán, nagyon-nagyon-nagyon csúnyán haltunk. Umbrel parazita.
Szóval, hogyha van egy ilyen parazita, akkor az így összeolvad egy másik kreatúrával, és megvédi őt, vagy ad neki plusz erőt. Szóval el kell pusztítani a parazitát. Na hát, szia. Ne, ja, nem járt semmi. Nem járt semmi a boss megölésért. Ott van valaki a túloldalom. Lehet, hogy vele találkoztunk az elején? Azt mondja, hogy mutatja, tehát hogyha nem látunk utat oda, akkor a molyók mutatják, és meg a lámpa. Várjál, most rossz gombot nyomok? Ja lehet, át kell mennünk és ott kell átugranunk, oké. Okay. Akkor mindjárt. Milyen a game a régihez képest? Hát másabb, ott sokkal ilyen, hogy is mondjam, ilyen döcögősebb és komótosabb volt a karakter irányítás. Nekem ez az, ami így megmaradt a 2014-es Lords of the Fallen-ban. Ja, bárhol át tudok menni, igen, csak hogy először még... Wow! Körülnézek. Hát szerintem oda nem fogunk tudni átugrani. Jó, akkor átmegyünk. Ja, ez az ajtó nem működik. A badge az mit jelent pontosan, srácok? Ez mi volt? Ez szerintetek mi volt itt? Nem mozol, kicsit nehéz normálisan lefordítani. Ilyen apró mozgás, aha. Ja, rosszul csináltam. Ez komoly. Például amik egy ajtó zárva van, de pár centiket rángathatod, az a badge. Köszi. Ó, ez vigort is ad, akkor már azért is érdemes. Jó, ő határozottan nem ellenség. Jó, oda nem biztos, hogy vissza akarok most menni. The Iron Wayfarer. Probably thinking that lamp's just a tool to be used as you see fit. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words. Még akar valamit? Nem tudja, kik vagyunk, és nem is érdekli. Edir megjelölt minket. I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the wills of gods and kings.
Az biztos, hogy nem ugyanazzal a karakterrel játszunk most, mint az első részben. Stigmák. Jelenetek, részletek, töredékek a múltból. Gyakran traumatikusak. Most ezt így meg fogom tudni jegyezni, szerintetek? Igen. Wow, ez ilyen... A galaxis őrzőiben voltak ilyen echók, meg a Divisionben? Nem tudom legutóbb milyen játékban voltak ilyen jelenetek a múltból. Valaki emlékszik? Nekem valamiért most a galaxis őrző ugrik be. Minor Holy Salt. Nem a Surge 2-re gondoltam. Aha. Mi a Divisionben volt? Az elmúlt egy évben volt valami játék, amiben szintén voltak ilyenek. Ja, tudom már. Star Wars. Igen. A francba. Our illustrious champion returns. Köszönöm a rózsát. Hát jaj, ez rossz gomb. Köszi szépen a 42 rózsát. Ja, ezzel visszatérünk a normális világba. Köszi szépen a 42 rózsát és a tier 2-t állni. Köszi. Valaki még a végén azt hiszi, hogy ez most egy TikTok live. Általában ilyenkor szoktak, igen, pont ilyet csinálni. Ott van egy enemy, aki éppen a hátát mutatja. Let's go! Na hát akkor, Matt. Na mi van? Milyen jó hangja volt. Boom! Eddig nem tudsz eldobni. Gyakorolni kell még ezt a tűzlabda dobálást. Ez kérlek szépen egy piromanta. Én egy piromágus vagyok. Árni. Egy dagi varázsló vagyok.
Ja, azért gondoltam erre, mert amúgy is szeretek varázsolni, amúgy azon agyaltam, hogy vagy a két... Jézusom. Ez vagy a kétkezes kardos csapkodós sányomom, vagy valami varázslóval, és végül a varázsló lett, mert ha már Unreal Engine-et, akkor biztos szép is. Aha. Aha. Gyertek, csak gyertek. Látod? Tudok levegőbe szúrni. Hú. Nagyon kis heves vagy. Jaj. Még egy varázsló. Hát hány varázsló van már itt? Nézd, én is tudok olyan, hopp! Jaj, de van társa is. Na, valaki nyomta volna a varázslatot. Aha, igen. Na, föntről. Föntről könnyű. Ha és ott van alatta egy... egy egyszerű... ellenség. Gyere! Aha, persze, még itt is vannak. Hát akkor visszamegyünk ide a szépben. Az a gond, hogy... fogyóban a mágiám, és... pont nincs annyi, hogy őt ott meg tudjam ölni. Arra lehet, hogy spórolni kellett volna. De csak lehet. Hova ment a másik? 2000 vigor, ez már egy szintlépés. Ammo pouch. Ó, lejött! Nem, ez egy másik, hát ezt nem hiszem el. Inkább lemegy. Nem tudom, hogy hol a másik. Jó, itt nincs semmi. Aha, ott jön. Ott jön. Ja nem az, az se az. Most jön, most jön. Szerintem.
van, ott van. Mindjárt helyre tesszük. Na, ő izé. Ilyen különleges. Miért van kék HP-csíkja, srácok? Erről nem tanultam az iskolába. Vagy tanultam, csak nem olvastam el. Levertük a posserét. Ha, szóval te tudsz ilyeneket. Mint például, hogy ütést kikerülni. Ez probléma. Lehet, hogy át kéne menjünk a... Ott van. Húha. Aha, megvan. Sikerült, srácok. Szóval akkor mégiscsak volt, aki védte őt. Mégiscsak volt, aki védte őt. Hol is mentünk vissza? Hányszor lehet vajon használni azt a... Azt, ami visszavisz. Lehet, hogy csak egyszer mi? Gondolom, akkor ezzel megfontoltan kell bánni. Aha, ott vissza lehet menni. Mi a fenem? Hoppá, elnyomtam egy hílt annyira. Oké. Szóval te erős vagy. Hát megsebzett minket. Oké. Tehát ő egy combosabb falat. Egy combosabb falat. Megvan az első... Első nem boss általi halálunk. Szia, Lamindra! Szevasztok, srácok! Jézusom!
A szívás. Pedig milyen kimértem mozogtam. Nem figyeltem, hogy itt van valami, ami visszavisz minket. Srácok. Szóval van itt egy ilyen bonfire is. Hamar nyomtam el ezt a hírt. Jézusom. Hát kb. Az összes hílembe került az, hogy ide sprinteljek. Úgyhogy ez nem volt megérős. És ők nem is nagyon terveznek idejönni. Jézus, ez a mát. Na basszus. Hát itt amennyit tudunk tenni, az, hogy visszamegyünk. És leülünk. Már ha vissza lehet menni. Jó, vissza lehet menni. Ja, tudom, hogy minél tovább vagyunk, annál több spónot. Igazából itt, ami izé volt, az, hogy sokkal kimértebbnek kell lenni. Na, oda szaladtam, elnyomtam egy fatfingeres hílt. Emlékszem, az első résznél azt mondták, nem lesz folytatás. Pedig 2014 végén jelentették be, hogy lesz Lords of the Fallen 2. Amúgy.
szóval pár... pár hónappal az első rész megjelenése után. Azt a... Ez jó volt. Húha. Még megöljük őket, aztán visszamegy, átmegyünk az Umbrába, aztán visszamegyünk. Gyertek? És akkor azzal tudok heal-t tölteni. Majd HP-t tölteni. Ez jó volt. Hoppá! Wow. Na nézzük csak. Akkor itt van elvileg ez, aha. Ja várjál, ne. Csak úgy működött volna. Már mondjuk még így is működik. Ja, feltaltam. Ja, de ő meg pont a izé erősített. Ugye? Ja. Hát akkor ezt megvárjuk. Szia! De attól még az ütéssel hílelődök. Most már mondjuk nem. Gyere ide! Közben spanunk ránk agrózott. Nehogy leugorj! Nehogy leugorj!
Nem lesz baj, nem lesz baj. Nem lesz baj. Nem lesz baj. Hú. Na nézzük. Meg tudjuk-e őt varázsolni innen? Ő is meg tud minket. Ha már varázslók vagyunk, akkor ki kell használjuk. Francban. Legalább a fele HP-ját jó lenne levenni. Úgyis a karákat csapkod. Ez, hogy ilyen egyeket lövünk rá. Jó, hát most akkor kivárjuk, ameddig suhingat, mert lemerem fogadni, hogy át itt a falom. Szerintem még egyet tudunk lőni. Na, ez jó volt. Jól bele is lőttem a falba. Na hát akkor mehet. Hello! A kék életcsíkos ellenfelet máshogy is sebezhetővé tudod tenni. Volt erről egy tutorial, de nem akarok beszélni, szóval bocsánat, ha nem lehet. Na miért? Hogy lehet sebezhetővé tenni? Ja? Akkor jó. Szóval egy punch attack elég volt neki. Nem tudtam, hogy ennyit fogom majd sebezni. Szóval hogy lehet még sebezhetővé tenni a kék HP-sokat? Egyébként. Lámpával rávilágítok? Ó. Oh. Túl sok volt az info az elején nekem.
Ahogy ezt így is tudjuk szívkodni. És azért jó ide feljönni, mert... Oho. Jesus. Ez menő amúgy, ez tetszik. Ez tetszik ebben a gémben, srácok. Ja, hát amúgy mondták is, hogy a molyok mutatnak ilyeneket. Hát azt hittem, hogy ezzel majd elkapjuk, de akkor mindegy. Ezt le kéne dobni. Ó! Vajon hányan vannak itt? Tényleg ott a Dark Sign. Igen, hát ez egyértelműen a copy. Copy. Jó, tehát ott a varázsló. A garázsló varázsló. Szia varázsló! Enervált vigor koponya. Egy bot. Még egy koponyás. Ja, és itt vissza tudom menni, oké. Okay. Valami kavicsot felvettünk amúgy, nem? Ó, már mennyi cuccunk van amúgy. Van egy polármunk. C-s szkélű, az D-s, az is C-s szkélű. Szóval akár ezzel is nyomhatnám, ezzel az axe-szal. Az D-s szkél. És akkor gondolom, ezt kéne berakni. Vajon, hogy kell ezt beaktiválni? A throwing hand-et. Ja, itt kell valószínűleg. És akkor így tudunk dobálózni? Csak nincs berakva semmi. Fene, te még itt maradtál? Jó. És akkor ott mutatja, hogy mennyi tudok még dobni szerintem. Mindjárt megyünk tovább. Eskü.
Csak most mechanikákat tanulunk. Orion Preacher Shield. Most úgyse fogok tudni amúgy varázsolni. Jesszus. Jézusom. Hát valami Axos barát. Na ez de jól jött, srácok! Ez de rohadt jól jött most. Na azt mondja, hogy tudunk még tenni az Inferno-ra. Ezzel megnő a manánk. A Radiance-szal is megnő a manánk. Ha a spam power-ünk 2-vel ellenállások nőnek meg. Jó van. Ja, nem nőnek. Ez akkor nem is értem. Azt írja, hogy megnő az ellenállás 342-ről 342-re! Az Ignite ellenállás pedig 351-ről 351-re! Jó, defenzív statok is nőnek, mana nő, oké, sebzés nő. Ezt fel tudjuk húzni, így, hogy 20-as legyen. Még akár 21-re is fel tudnám húzni, viszont akkor ugye a sebzés már nem nő. Viszont a manánk az megnő, az viszont jó. Endurance, Vitality. Vitality csinál nekünk teherbírást és HP-t. Akkor az Endurance miért is húztam? A stamina miatt, aha. Tehát amúgy én akkor a Vitality-t szerettem volna húzni. A több HP miatt. Ja, és akkor elfogytunk. És még pihenünk is. Aha, tehát hogy ha átmennék a Umbrába, akkor őt, azt a csajszit tudnám egeszteni. Aha, ez se nyílik. Ott egy varázsló. Lehet staggerölni, backstabálni. Nagyon jó. Hát őt nem találtuk el. Hát igazából itt perizni szeretett volna megtanítani minket a játék meg, hogy hogyan sugjuk, mi az, szorjuk segbe
Az enemy... Ups. Van rajt... Megjelent valami piros zászló egyébként az előbb. Gyere! Jó, akkor... Ez nem az a gomb. Ez nem tudom, mit csinál. Peri! Na, amúgy tudok perizni, szóval, hogyha valaki esetleg kételkedett volna abban, hogy azért nem csinálom, mert nem tudok, tudok. Kezdjük szerencséje. Na jó, hát akkor... Van erre valami egyszerűbb mód, hogy dobáljak kavicsot? Hát ez nem az a gomb. Mint hogy most itt cserélgetem. Így. Na ott van valami. Ja? Ne a kezet tartsam. Ó, me lehet menni a víz alá? Mekkora királyság? Hát ez nagyon vagány. Srácok, nem lehet így bemenni a víz alá. Csak hogyha átmegyünk a másik világba. Jó. Igen, ez gond. Szóval igen. Igen. Szóval, hoppá. Hát, igen, ezt nem így képzeltem, Zakika. Hogy ez így működik. Vajon hogy működik az online? Be tudnak invédelni a világomba? Ja, ez nekem is fáj. De neki is fájt.
Srácok, figyelnek a szemek. Hát eleve erre kellett menni, hogy ugye lemegyek a vízbe, ott megoldom a helyzetet, és itt át tudok jönni a palánkon. Nice! Ez király? Shortcut! Jóó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 
valami, azt hittem, hogy keményen vagyok itt a Perryvel. Na gyere! Jézusom! A varázslatot nem tudom leperrizni, úgyhogy... Őt háromból tudtuk most megölni, ez tök jó. És akkor ott már víz van. Csajna elfogyott a hílem. Elhasználtam az összeset. Hello. Hát biztos nem lesz baj, hogyha itt leugrok. Egy kérdés, lehet én nem értettem, az első legyőzhetetlen bossnál a lámpásod akarja, le is győz, akkor hogy van nálad? Nem derült ki számomra sem. Azt mondta, hogy a lámpásomat akarja. Legyőzött és mégis nála maradt a lámpás, szóval nem vágom. Ha valaki tudja, nyugodtan elmondhatja. You carry the lamp long enough, and you'll see history repeat, over and over. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. Adott nekünk Vestige Seedet. Így van. Szóval, ha látsz ilyen virágokat, akkor el tudsz ültetni ilyen Vestige Seedlinget, és abból tudsz magadnak csinálni újraéledős pontot. Itt valami arc, és elkezdtek harcolni, csak ott volt egy vágás, és nem láttuk, mi történt. Aha. Megvédett minket ez az ember. Ó, köszi, srácok. I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way. Most már nem fog nekünk többet segíteni, és hanyagoljuk őt. Szóval lehet menni fölfele, és lehet menni arra. Hát ezt itt csak meg kéne nézni, hogy itt mi van.
Na hát... ez egy jó hely. Ezt majd meg fogjuk érteni, hogy miért van itt. Biztos meg fogjuk érteni. De még nem jött el az ideje. Szóval azt mondja, locate, ja igen, itt van, és akkor lehet. Hoppá. Nice. Ez nice. Fejleszteni szerintem nem tudunk. És ez végleg itt maradt, srácok, hogy ez egyszer használatos. Aha, nem tudunk fejleszteni. 2000 kell. Szóval ez a ceiling, ez egyszer használatos? Ugye le fogunk zúgni innen. Még jó, hogy beakadt itt ez a nagy, nagy darab manus. Hát mondjuk nem sok vigort kaptam értem. Kisgutya, kisgutya. Ez jó volt. Na gyere. Ez komoly. Leperizem. Mondjuk, hogyha ennyire nyomva a perit, lehet, hogy nem a vízorázsot kellett volna kezdeni. Jó, amúgy ebben a játékban a perizés. Vagy csak így, most így élvezem, de amúgy nem lesz olyan hasznos. Tudtak erről esetleg valami infót. Ez egy barátságos terület, itt nincsen semmi gond. Mesten látva jónak tűnik, legalábbis jobbnak, mint a Dodge, aha. Jó, nem lett baj. Ez... igen.
Igen, ez nem erről az oldalról nyílik. Ez meg nem is nyílik. Ez fáj, hogy hova megyek? Aha, édes Istenem. Ugye megoldjuk, csak mondjuk addig körülnézhetnénk másfelem. Én azt mondtam volna, hogy oda be lehet menni. Szevasz, Ben. Hát, persze. Az jó. Az jó. Beleakadtunk a kavicsba. Ha nem arról az oldalról nyílik, akkor át kell nyúlni a rácson. Hát én megpróbálnám ez akika. Hűha, az is mondjuk ott elég keménynek néz ki. Ez itt már fáj. Jó. Rég volt már boss fight. Wow, most látom. De menő. Hát, let's go. Oh, holy Aureus. By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days. To lay bare the path to salvation for my wayward brothers and sisters, so we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Aye, aye. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh, and one I cannot brook. Elég hosszú a pallosod. Mondták már? Perizek. De nem jött össze. Kényszerűek, hogy neked is ez jut róla eszedbe a bossról, hogy Dark Souls 3 Final Boss. Hát így most már, hogy mondod, így hát nyilván az jut eszembe, de amúgy nem jutott volna eszembe. Micsoda? Iron Wayfarer segítségét lehetne kérni. Wow. De ez nem tüzes pallos. Ez ilyen holy pallos, amivel ő nyomja. De amúgy igen. Oh,
Majdnem sikerült kijutnom. Lehet, hogy nem tudom, hogy őt lehet ezt teggerelni, de hogy így elfogyott. Azt hittem, hogy azt mutatja amúgy. Azt hittem, hogy azt mutatja ez a csík. Ez az ilyen stagger bar, de akkor nem. Meg lesz a skacom. Most még csak kísérleteztem. Én lehet stagger-ölni, úgy néz ki. Értem. Jézusom! Hogy nevetett ő is? Szia, Scott! Köszi szépen! Köszi szépen az 53 hónapost! Peregenek srácok a szövegek Scottnak. Ebben a fészben valami nagyon tetszik ez a boss. Mármint a másodikban, amikor így repked? Vagy az elsőre gondolsz? Aha. Uh-huh.
most nem éreztem, de amúgy ez a perizés nagyon tetszik. A harmadik perinek is be kellett volna találni. Egyébként, hogy észrevetted a perizhetőség a ponton, ami a lockot jelzi körül, van szerintem. Ja, csak... akkor tényleg azzal, amit mondtak, hogy hiába viszed le azt, tehát hiába viszed le, hogy staggerolod, tényleg csak azokkal a dolgokkal lehet, hogy például belerúgsz, vagy ugye charge-ot akkor nyomsz, vagy perizel. Tehát hiába, tehát leviszed, attól még nem staggerolódik, csak hogyha perizel charge-ot, akkor nyomsz, hogy belerúgsz, ja. És ez az, ami nem volt egyértelmű. Ja, igen, Zakika. Ja. Most már ez is megvan. Táncba. A fészbe a perizés az alakul. Egyébként micsoda, engem mint tudatlan felvilágosítani valaki, hogy ez a game, amit a DS fejlesztők ígértek az utolsó rész után? Nem, a Lords of the Fallen az nem From Software. Ez a Lords of the Fallen mondhatni egy rebootja a 2014-es Lords of the Fallen-nak, szóval hogy ez nem ugyanaz. Érezhetően nerfelték ezt a bosst a tegnapi beta verzióhoz képest. Hát ezzel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni. Volt egy harmadik. Igazából jó ez a perizés, csak azt ki kéne használnom utána, hogy fel is híleljem magam. Nem tudom egyébként, hogy manát például tartsunk-e a második fézre, valószínűleg egyébként kellene. Okay.
franc vinni el. De legalább levittük fél HP-ig. Verizni szeretné, nem lenne jobb egy fegyverpajos kombó vagy a feré, nem úgy az a mechanika, mint a blokk. Nem tudom amúgy. Megnézhetjük, hogy váltunk egyébként. Tessék. Nem tudom egyébként az a helyzet. De mindjárt kipróbáljuk. És még így is megcsinálja azt, hogy itt repked. Ez a boss nagyon durva egy early game-re. Ebben az a nehéz, hogy Advanced Class-t választottam, tehát hogy ugye a varázslók az elején nem erősek. De hogy izé, meg lehet ezt csinálni. Na gyere. Ez a kard. Ki kell tanulni a movesetjeit, azt jó lesz ez majd. Meg meg kell tanulni, hogy hogyan védekezzünk, amikor ezt a kardot nyomja. Ezt a követős kardot. De ez például jobban tetszik, ez a pajzs kardozás, mint a line jump, mert ez gyorsabb. Többet tudok vele támadni. És jobban vissza tudom hozni a HP-mat. Varázsolni meg majd a másik részbe akarok. De jó. Na, hát ilyet eddig még nem is láttam, hogy kétszer csap. Ezt most csinálta először.
Itt lineáris az útvonal. Szóval itt nagyon más nem lehet csinálni. Tehát ez ilyen, ha tippen nem kéne, ez is ilyen csőjáték. Biztos vannak amúgy még helyek, amerre el lehet menni, de az csak ilyen opcionális, és valószínűséggel csak egy-két item van ott. Hát csőjáték, hogy Máriós, érted, Connor? Jönnie kell Máriónak, és meg kell szerelni a gémet. És még volt 3 hílem. Edes vagy. Ja, igen. Jó. Pedig a fész egy, az a perizés rész az milyen jól ment. Szabasz, fly. Hát igen. Ő kemény, kemény. Hogy erre elment egy heal. Az gond? Hát...
Tehát, ha nyomja a hőkövetős támadást, elég, hogyha áldozsolunk rajta. Ja, most ezt tanultuk ebben. Ez is egy jó try volt ebből a szempontból. Most már, hogy így tanuljuk ki egyre inkább a move-jait, lehet, hogy vissza kéne váltani az előző fegyverre. Egyébként. Hát ezt nagyon sajnálom. A tökéletes. Pedig mennyire szép volt, srácok. Csak végig kellett volna minden dodge-olni. Ja, még nem haltunk meg. Valamiért elfelejtettem, hogy még fel tudok éledni. Na nézzük. Nézzük. Hát ha ezzel többet sebzek rá. Hát lehet, hogy a boss is kemény, de a starter klassz az, ami szerintem. Hát nyilván ugye többet, nagyobbakat tudnék rá csapni, hogyha nem így kezdünk. Ezt nem is. Ja, és akkor most a kettő ütést választotta. Hát jó. Ja, hát most meg a négyes kombót nyomtam. Amúgy nem érzem erősebbnek ezt a fegyvert. Lassabb, de nem erősebb. Szerusz Real. Szevasztok, skacok. Meg ugye, hogyha
valakinek így nehéz, akkor még mindig meg tudja idézni a... ...izét, a Wayfarer-t. Szemét, hogy átküldtél már a túlvilágra. A poor substitute. Egyet elmondhatok, ez most jobban megy, mint fél órája. Jobban megy. Tehát ezt nem mondhatom. Most nem kaptam el. Sajna. Most meg lesz? Hát, ezt szerintem nem. Ja, még élünk tényleg. Mondtam volna azt, hogy
ha meg lesz a boss, akkor mert a nyereményjáték sorsolás, de... A következő 20 percben nem biztos, hogy meg lesz a boss. Na gyere! Mit lehet nyerni? Pénzt. Édes Isten, elfogyott a staminám. Jó, amúgy megnézzük, bele tudunk-e halni. Na. Bele. Nem tudni még, hogy mit lehet nyerni. Van egy tegérpad, billentyűzet, egér, Zelda, Tears of the Kingdom. Akkor menjen a sorsrás, addig még meg nem ölöd a boss-t. Is lett volna, srácok. Hű. Ja, hogy oda ő még tervezett még egyet csapni. Na, ragudj, de ezt nincs kedvem tovább nyomni, intézzem. Na, intézz merem. Ennyi szer túl lehet élni 0 HP-val. Tessék. Na. Leperézed úgy, hogy egy hebász? Aha, mert csak nyomni kell egy gombot, ugye? Jó, pont jó időbe kell nyomni egy gombot. Durva azért, hogy az első boss ilyen kemény. Lehet, hogy kemény az első boss, viszont én egy advanced class-t kezdtem, aki varázslatban erős, lesz majd erős, és általában az ilyen játékokban a varázslók az elején nagyon nem erősek. Ó, van egy Lords of the Fallen kulcsot, hoppácskaszkod. Sejtettem, hogy a régi ez lesz, van.
poor substitute indeed. Hát a régi a 2014-es, ugye? Gondolom én. Ez hogy nem? Elszúrtam, az biztos. Szemét. Jó, hát ezt még nem érzem. Phase 2-t azt még gyakorolni kell, azt még így nem érzem. Vagy a mostani vagy a régi a nehezebb? Ez nincs ilyen, Szemensz, hogy nehezebb. Tehát egy Souls game-ben nincs olyan nagy nehéz, mert mivel ott nincs nehézségi szint, ezért a nehézség azt határozza meg, hogy kinek mi a nehéz. Ez az én véleményem. Persze. Ja, akkor mehet előre. Ezért restart. Az valószínűleg korai volt, bár hogy itt az utolsót volt, nem tudtam kivédeni. Aha, charge-otak elég szépen sebez. Bosszok komplexitása lehet nehezebb, úgy értem, vagy már csak azzal is talán könnyebb, hogy van háromféle támadás, nem mondjuk kettő.
Az helyzet a régi Lords of the Fallen abba volt nehéz, hogy ott nagyon lassú volt a gameplay szerintem. Ilyenkor, hogy már kapom, már nincs is kedvem játszani egyébként. Mármint, hogy nem játszani, hanem tovább trájolni. Hali, van annyira szenvedős, mint az Elden Ring? Hát, nem tudom. Nem tudom, az a helyzet. Szerintem azzal, hogy meg tudsz halni még egyszer, ez nagy könnyítés. Aztán, hogyha kijössz az Umbrál világból, akkor meg még egyszer meg tudsz halni. Nem tudom amúgy, összességében milyen ez. Szerintem ezt többet kell játszani, hogy... Nem jó. Jó. Még egyet rá tudtunk csapni. Ja, basszus, az még elér minket. Pedig ha valami, akkor ez most egy nagyon jó táj volt. Ja, itt kétszer is meg tudjuk lőni. Na, ez amúgy szerintem ez volt eddig a legjobb trá. Stream után vagy én, vagy a moderátorok intézik a bérletet, tabularáza. Hát most már nem nagyon lesz felfedezés, lassan jön a mai nap második programja, a Baldur's Gate, úgyhogy
még egy-két ráj benne van a gameben is, és ennyi. A személyt mindent. Ha nem is sebződik. Ah, értem. Ja, még élünk? Basszus. Az a helyzet, hogy nem tudom még begyakorolni a második fészbe a izéjét. A támadását. Mert ott teljesen máshogy támad. És azt a delay-t azt így még meg kéne tanulni. Na, mehet egy útcsó. Menj egy útcsót rá. De nem valószínű, hogy ez meg lesz. És van Phase 3, és hát én nem láttam. Szóval, hogy így, ha van, akkor azt nem mondjátok el, léci. Ott van a leírás, vagy no spoiler. Face 20-ig is láttad külföldi streamernél? Szemét.
lábat. Ja, jó. Tehát, hogy ugye staggeröltem, elég jól is ment, csak hát ezt a move-ot még nem láttuk, hogy ő megidézi itt a izéket, és ahol átrepülnek, ott kardok hullanak a levegőben. De... legalább azt sikerült elérnem, hogy így az utolsó... mi az? Try-nál sikerült a legjobb try-t összehoznunk. Nice. Jó, srácok. Ennyi lett volna a Lords of the Fallen-ezés. Ennyi fért így bele ebbe a streamben. Remélem, hogy élveztétek. Remélem, hogy élveztétek. Tetszik amúgy ez a kihívás, amit így állítottam magamnak, hogy jól meg kell tanulni a move-jait, mert gyakorlatilag hiába fejlesztettem a karakteremen, hiába szinteztem, gyakorlatilag csak egy picit több lett a HP-m, de varázsolni még annyira így nem tudtam a boss fight alatt. De jó volt amúgy. Jó volt. Hát igen, amúgy ez van, hogy az advanced classok nem véletlenül az advanced classok, hiszen ugye egy varázsló nem feltétlen a game elején lesz erős. Hiányoznak még neki ugye a spellek, meg amitől igazán keményé válik. Úgyhogy nem tudom, hogy mit szóltok hozzá. Nekem nagyon tetszik ez a világok közti váltogatás. Az FPS-emnek is tetszik, de azt leszámítva egyébként én úgy gondolom, hogy tök jól van optimalizálva a game. Nyilván hát most minden fent van maxon, azért van majdnem 100%-os kihasználtsága a kártyának, és 60 alá is bemegyünk. Olyan 50 környékén mozgunk, hogyha éppen az umbrálba vagyunk, vagy hogyha éppen használjuk a lámpást. Nyilván ezen segítene a DLSS, vagy az, hogyha lejövenném a beállításokat. De összességében ez a felépítése a világnak. Kár, hogy nem jutottunk túl az első igazi bosszon. Úgyhogy jó szórakozást hozzás, kacok. Ha pár óra és elérhetővé válik PC-n, én egyébként azon nyomtam. A PS-esek már nyomhatják a minden igaz éjféltől. És hát köszönöm szépen a kiadónak, hogy így korábban meg tudtam nektek mutatni ezt a gémet. És hogy lesz a folytatás? Most nem hiszem. Még egy végjátszás bevállalni a jelenleg futók mellé? Nem hiszem.